Vége lehet a vasárnapi nagy bevásárlásoknak, legalábbis akkor, ha a kormány elfogadja azt a kereszténydemokrata javaslatot, amely szerint vasárnaponként zárva tartanának bizonyos üzletközpontok és boltok. Három évvel ezelőtt már napirenden volt egy ilyen kezdeményezés, akkor nem lett belőle semmi. Jövő márciustól nem tartanának nyitva a hét utolsó munkaszüneti napján a bevásárló központok. Ezt szeretnék elérni a kereszténydemokraták, demokraták, jól lehet, lesznek azért kivételek. Az emberek szórakozásból is járnak áruházakban vásárolni, úgyhogy hát szerintem nem lenne jó, ha be lenne zárva. Sok helyen külföldön zárva vannak hétvégén, azt gondolom, hogy igen, én el tudnám fogadni. Szerintem Nyitva, nyitva kell lenni. És sok ember örül, hogy dolgozhat vasárnap is. Úgyhogy szerintem nyitva. Az Országos Kereskedelmi Szövetség számításai szerint is hatása lenne a döntés a foglalkoztatásra. Súlyos problémát okoz az is, hogyha ha egy üzlet vasárnap bezár, akkor kevesebb alkalmazottra van szüksége, ami sajnos óhatatlanul elbocsátásokkal járna, aminek a mértéke a 15-20 ezer főt is elérheti. Nem jár rosszul sem a vásárló, sem a munkaadó, sem a munkavállaló, ha bizonyos üzletek zárva tartanak vasárnap. Ezt ígéri Harrach Péter, KDL és frakcióvezető, aki szerint tipikusan baloldali indítványjal álltak elő, amikor a törvényjavaslatot megfogalmazták. Klasszikusan szociáldemokrata kezdeményezést kellett felvállalnunk, hiszen nem tették meg a nem létező szociáldemokraták, Egyetlen keresztény szempont van ebben a családok védelme. A korlátozás alól mentesülnének a dohányboltok, a gyógyszertárak és a benzinkutak, valamint az újság és virágárusok. A 400 négyzetméternél kisebb üzletek és a családi vállalkozások. A Kereskedelmi Szövetség elnöke egy korábbi felmérésre hivatkozva azt mondta, az emberek szívesen nézelődnek a bevásárlóközpontokban. Egy-egy vasárnap 5-6 millió ember is megfordul az ország nagy üzleteiben. Az már biztos, hogy a demokratikus koalíció nem támogatná a KDNP javaslatát. Meg kell adnunk a szabadságot a kereskedőknek ugyanúgy, ahogy az állampolgároknak, hogy mikor szeretnék a nagy bevásárlásaikat elvégezni. Az utalványjal fizetők, ha a jelenlegi javaslat nem változik, eleve veszteséget könyvelhetnek majd el a szakszervezetek szerint. A kafetéria adóterhei ugyanis 15%-kal emelkednek. Egyértelmű, hogy a munkáltatók nem hajlandóak ezt a 15%-ot megfinanszírozni, tehát magyarul a nettól fog csökkenni. Így az alacsony keresetűek, ahol éppen egy erzsébet utalvány, vagy valamilyen utalvány van az étkezés tekintetében, az további jövedelem csökkenést fog eredményezni a családoknál. A szakszervezetek már megkezdték az egyeztetést a közös fellépésről. Kemény és határozott lépésekben gondolkodnak. Arról azonban talányosan nyilatkozott az elnök, hogy ezek az utcán történnek-e. Lehet.